Köszöntöm a Cikkádor magazin nézőit! A kormány csütörtökön bejelentette, hogy augusztus 15-e után sem lehet 500 főnél nagyobb létszámú rendezvényt tartani. Így az eddig megrendezni kívánt 5. bátaszéki bornapok is elmarad az idén. Elbúcsúzhatunk az idén a nagy rendezvényektől. A csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy augusztus 15-e után sem lehet 500 főnél nagyobb rendezvényeket tartani. Az országos bejelentés után több olyan rendezvényt is kénytelenek visszamondani a szervezők, amik már 90%-os készültségben voltak. Ilyen volt a szeptember 2. hétvégéjére tervezett 5. bátaszéki bornapok is. Körülbelül 90%-os készültségben volt a mi fesztiválunk, szinte minden részét megterveztük. Nem mertük ugyan még a nyomdába beküldeni az anyagainkat, mert nem tudtuk, hogy milyen kormánydöntés fog születni, tehát ez volt már csak hátra, de majdnem minden szervezési feladattal és munkával végeztünk. Éppen ezért hát szomorúak vagyunk miatta. Az elmúlt években igyekeztünk mindig olyan programmal megkínálni a bátaszékieket és a városba érkezőket, amelyek vonzották a tömeget is. Nyilván a gasztrokulturális része a fesztiválnak, a vidámpark és a kirakodók, ez is egyfajta szempont, és nagyon fontos, ez nyilvánvaló, de amikor leszervez az ember, mondjuk ebben az évben lett volna egy Ossian koncert, egy Intim Torna Illegál, egy Neuton Familia nagy koncert, de itt lett volna velünk mondjuk Olá Gergő, a Honeybees, Delhusa John, de ismert Tolna megyei zenekarok is, akkor azért számíthattunk esetenként vagy koncertenként 1-2, de sokszor 4-5-6-7-8 ezer emberre is. Tehát ezt már azért felelősséggel felvállalni nem lehet. 30-án a délelőtti órákban kaptuk meg az információt, amely alapján ugye mi is döntést hoztunk. Aznap délután én polgármester úrral megbeszéltem, hogy akkor mi legyen, és megszületett a döntés, és már aznap délután elkezdtük fölhívni a szervezőket, a rendezvényszervező kollégákat, az együttesek menedzsereit, kontaktjait, illetve folyamatosan értesítjük a kirakodókat, a vidámparkosokat, a borászokat, a gasztrósokat, a kézműveseket, akik jöttek volna hozzánk, illetve mindazokat a szolgáltatókat, akik az infrastruktúra kiépítésében és megvalósításában részt vettek volna. Bozsolik Róbert, bátaszék polgármestere elmondta, nagyon bíztak benne, hogy megtarthatják a fesztivált, de az 500 fős korlátozás ellehetetlenítette a rendezvény megtartását. A polgármester szerint azonban szükség van kisebb rendezvényekre, ezért a következő hónapokban szabadtéri zenés rendezvényeket szerveznének a város területén. Ugye mi nagyon-nagyon szerettük volna, hogyha a jubileum 5. bátaszéki bornapot ebben az esztendőben meg tudtuk volna rendezni. Ennek érdekében minden előkészítő feladatot elvégeztünk. Már az év elején megpróbáltuk a programot összeállítani, leszerződtünk különböző fellépőkkel. Tehát alapvetően a program, hogy ez szeptember 11 és 13 között le tudjon bonyolódni, rendelkezésre állt. Tudomásul vesszük a kormány azon döntését, hogy a veszélyhelyzettel való tekintettel továbbiakban sem lehet 500 fő feletti rendezvényeket megtartani. A kollégákon most azon gondolkodunk, hogy hogyan tudjuk mégis egy kicsit visszaadni az illúziót, egy rendezvény illúzióját a bátaszékieknek, ezért szeretnénk majd adott esetben augusztus végén, szeptemberben és az időjárás engedi októberben egy-két olyan szabadtéri zenés rendezvényt tartani, amivel egy kicsit vissza tudjuk adni a közösségi élményt, vissza tudjuk adni a közösségi érzést, és hát egy kicsit a bátaszékieknek tudunk szabadtéri szórakozási lehetőséget biztosítani. Alapvetően utca fesztiválokban gondolkodunk, egyébként bátaszékre jellemző is volt, hogy a nyár folyamán utca fesztiválokat tartottunk. Ugye ezt a képviselőtestület döntése alapján ebbe az esztendőben december 31-ig töröltük. Ezeket fogjuk újra gondolni, és ha lehet egy ilyen kéthetes periódusokban, azért lehetőséget teremteni szabadtéri szórakozásra. A problémát az fogja jelenteni, hogy hogyan lehet majd az egészségügyi szabályokat betartani, azaz, hogy 500 főnél többen egy rendezvényen legyenek. Hát ezt majd végig gondoljuk, hogy ezt hogyan lehet gyakorlatban megvalósítani. Mindenképpen arra fogjuk felhívni majd a rendezvényen résztvevők figyelmét, hogy tartsák be mindazokat a érvényben lévő szabályokat, amelyek annak érdekében kerültek meghozatalra, hogy az egészségünket a továbbiakban is tudjuk védeni.
Bár az 5. bátaszéki bornapok elmarad, de a korlátozások betartásával nem maradnak program nélkül a bátaszékiek. A bátaszéki plébániától független gondokság alá került a bátai Szentvérkegyhely. Ennek vezetésével Sümegi Józsefet bízták meg. Július 1-ével Udvardi György pécsi püspök döntése alapján a bátai Szentvérkegyhelyet leválasztották a bátaszéki plébániáról, és önálló vezetés alá került. Ezzel az volt a célja, hogy maga a kegyhely valóban azt a funkciót tudja betölteni, amely a feladata lenne, tehát hogy egyrészt fogadja az zarándokokat, szervezze az zarándoklatokat, illetve hogy meglegyen valóban az a súlya, ami mondjuk Magyarország többi kegyhelyére is jellemző. A gondnokság igazgatásával Sümegi József diakónus bízták meg, aki elmondta, hogy a zarándoklatra is látogatóba érkezők egy megújult környezetbe érkeznek. Lassan befejezéséhez közeledik a kegyhelynek a teljes felújítása. Ennek a felújításnak a keretében egy Európai Uniós pályázatnak a támogatásával megújult a kegyhely teljes területe. A templom külső és belső felújítására sor került, megépült a szabadtéri oltár, illetve egy olyan turisztikai központ jött létre, ahol valóban turisták, zarándokok megtalálnak, mondjuk akár egész napra lelki és testi szellemi feltöltődésre is lehetőséget. Ennek részeként elkészült a középkori bencés apátság alaprajzának a bemutatása, tehát végig lehet sétálni a középkori apátságnak a falai között, amely egyébként a középkori Magyarországnak az egyik legnagyobb épülete volt. Turisztikai látványosság talán a Királyok útja, amely annak a 10 magyar királynak állít emléket, akik a középkorban bátán jártak. Volt közülük olyan, aki hosszabb időt is töltött itt egy-egy zarándoklat alkalmával. Ezen a királyi úton föl lehet jutni a domb tetejére. A másik oldalon, hogyha a templom fölötti keresztúton végig megyünk, Medjugorjéhoz hasonlóan egy rózsafűzérútvonal vezet föl, ugyanígy a dombtetőre, tehát el lehet végezni a rózsafűzért is, így is feljutunk. Ha eltekintünk szakrális és történelmi jelentőségétől, a kegyhely, mint természetrajzi jelenség is egyedülálló a térségben. Azért említem a dombtetőt, mert csodálatos kilátás van innen, illetve a templomtoronyból is, hiszen egy olyan pontra épült ez a Szentvérkegyhely, ahonnan nagyon messze ellát a szabadon is a szem. Ha nyugati irányban nézünk, akkor látjuk a mecseket, tiszta időben a pécsi tévétornyot. Ha északi irányban, akkor a bátaszéket, Szekszár teljes egészében ide látszik, illetve hogyha keletnek nézünk, akkor pedig Baját, a Duna árteret, a bácskai falvakat csodálatosan ide látszanak, illetve ha nagyon-nagyon tiszta az idő, akkor még a kalocsai székesegyház kettős tornya is látszik. És hát a legújabb tehát a beruházásnak a legújabb részeként pedig elkészült egy történelmi játszótér, amely kicsiben a Mohácsi csatát akarja megjeleníteni a gyermekek számára, és hát ugye ennek az átadása történt most ezen a héten. Mint ismeretes, a bátai Szentvér templom az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszus kapcsán épülhetett meg, az egykori Árpád-kori apátság romjain. 2020-ban ismét a kegyhely lett volna az egyik állomása ennek a rendezvénynek. Koronavírus járvány miatt egy évvel eltolták az eukarisztikus kongresszust. Én azt gondolom, hogy ez a mi kegyhelyünk számára egy nagyon nagy lehetőség, hiszen eddig is a felkészülésben, az eukarisztikus kongresszusra való felkészülésben egy lehetőség volt az idevaló zarándoklat, és én azt gondolom, hogy a következő év az egy lehetőséget ad még azoknak, akik szeretnének akár csoportosan, akár egyénileg is bátára zarándokolni, azok ezt meg tudják tenni. Egyébként most fogunk nyitni, tehát augusztus 1-ével szombattal nyit a kegyhely. Ez azt jelenti, hogy délelőtt 10 és este 6 óra között a kegytemplom is és a kegyhelynek a teljes területe látogatható lesz. Tehát szeretettel várjuk mindazokat, akik akár lelkileg, testileg töltődni szeretnének ezen a csodálatosan szép és megújult kegyhelyen.
Nyílt tábort szervezett Bátaszéken a Heimat tánccsoport vezetője. Pályázati forrásból és egyéb támogatási összegből biztosított ingyenes táborozási lehetőséget a bátaszéki polgármesteri hivatal segítségével 20 gyermeknek. Kézműves foglalkozást tartanak a bátaszéki nyílt táborban a gyerekeknek. A bátaszéki polgármesteri hivatal gondolt azokra a szülőkre, akiknek a koronavírus járvány alatt elfogyott a szabadságuk, és most a nyári szünet alatt sehogy nem tudják megoldani gyermekeik felügyeletét. Ezért hirdették meg a nyílt tábor lehetőségét, melynek megszervezését Skordainé Varga Gabriella vállalta. A Heimat tánccsoport vezetőjének nem titkolt szándéka volt, hogy bemutassa a gyermekeknek a sváb kultúrát. Vállaltunk szülők tehermentesítése címszóval a gyerekeket, hogy egy kicsit foglalkoztatjuk őket, és én úgy gondoltam, hogy akkor csináljuk úgy, hogy megismertetjük magát a Heimat tánccsoportot, mit csinálunk, hogy zajlanak a próbáink, egy kicsit a svábsággal, a német zenékkel, az énekekkel, és így indult ez a nyílt tábor. Na, én nagyon-nagyon örülök neki, mert azért 8 külsős kis pajtás jelentkezett, és a többi viszont a tánctábornak a résztvevői, ugye előtte hétről alapból a táncosok, ők is bevállalták, és ők a héten azért nagyon-nagyon sokat, mint segítő vannak jelen. 8-an jelentkeztek, azért ez nem rossz, mert ha ő belőlük 2, 3, 4, 5, esetleg még több gyerek visszajön, és jön a hétköznapi próbáinkra, akkor én úgy gondolom, hogy ennek már volt értelme. Nem csak a szülők tehermentesítése volt a cél, a táborvezető a Heimat tánccsoport létszám bővítésére is gondolt. Többek között német zenével, tánccal, énekekkel ismerkednek az egy hét alatt, de a kézműveskedésre is szakítottak időt. A hetünk az úgy néz ki, hogy úgy kezdtem a hétfői napot, hogy alapból egy bemutatkozással. Ugye én a külsős gyerekeket nem ismerem, hát nem ismerhetem még azért, és a bemutatkozáson kívül azért, hogy táncoltak-e már, ugye van 2 kis óvodásom, kis iskolások, és azért úgy kiderült, hogy hát az óvodában azért már előfordult, hogy táncikoltak, és én szerettem volna megnézni, hogy van-e hallásuk, ritmusérzékük, és ilyen gyakorlatokkal indítottuk a hétfői napot, hogy föl tudjam mérni, hogy mit tudok velük kezdeni, ugye, mert aki még soha nem táncolt, őtőle nem lehet elvárni, hogy mutatok neki egy lépést, vagy egy koreográfiát, és akkor ő azonnal beáll, és mindjárt csinálja. Doboltunk, igen, tejfölös dobozt kértem a szülőktől, papírból dobverőt készítettünk, és ugye ütemet, ritmust, szolmizálást, hogy halljam, hogy vissza tudják-e adni azt, amit én megmutatok nekik. Hétfőn már elkezdtünk egy táncot, egy aftánc nevezettük kis koreográfiát, ami egy ilyen bevonulós, általában ilyen mars zenére történik, ami egy nagyon egyszerű jobbal-jobbal különféle térformákat alakítunk ki, ugye párosan, négyesével, kaput csinálunk, ahol átbújnak a gyerekek. Azért próbáltam, hogy a segítők is, ahogy jöttek a nagyobb táncosok segíteni, ugye, hogy a piciknek, hogy lássák, hogy értsék, hogy most mit, hogyan kell csinálni. És a tegnapi napon, azaz kedden, már elkezdtük a hétlépésest, ugye, amikor ahhoz van egy ének is, és ugye lépegetünk előre, hátra, ott is páros forgás benne, úgyhogy nagyon-nagyon ügyesek. Azt kell mondanom, hogy a külsős gyerekek nagyon-nagyon ügyesek, és a visszajelzések meg azok, hogy nagyon-nagyon élvezik eddig, és a mai délelőtre meg próbáltam ezt a könyvtáros dolgot, hogy egy kicsit úgy kézműveskedjünk, hogy együtt vagyunk, hogy nem külön blokkokba, hogy a házon belül, ugye, mert pihenőidő mindig van, de mégis azért egy kicsit más. Ne legyen egyszerre túl sok nekik az, hogy hú, mert most csak táncolunk. A Heimat tánccsoport néhány tagja is részt vett a táborban, de inkább segítőnek érkeztek. Káldi Kata elmondta, hogy nagyon tetszik neki a tábor, és külön öröm, hogy segítheti a kicsiket. Minden nap mi főként játszunk, meg ütemre, hogy gyakoroljuk az ütemet, hogy a kicsiknek is, hogy mennyire van ütemérzékük, táncolunk ilyen egyszerű táncokat, most éppen kézműveskedünk,
meg még a héten szeretnénk karkötőt fonni velük. Nagyon jó, és nagyon tetszik ez a tábor, mert nagyon sokan eljöttek, és tudok valakivel játszani. A koronavírus miatti szigorítások által megengedett létszáma 20 fő. A tábort meghirdették ugyan az egyik közösségi oldalon, de nagyon gyorsan betelt a létszám. Skordainé Varga Gabriellának is akadt segítője, hiszen 20 gyermeket nem tud egyedül felügyelni, és emellett a szülők is nagyon sokat segítenek. Átabáta a színrabló boszorkány. Ezzel a címmel jelent meg Hódi Kati új sárközi színezőkönyve. A gyermekkora óta hallott történetekből kedves meséket ír. Ez már a második kötete. Átabáta főként a gyerekek társaságát kereste, de azok vagy féltek tőle, vagy csúfolták. 2019-ben jelent meg a Sárközmesék című mesekönyve, ami 5 mesét tartalmaz. Apró mesék című rovatával szórakoztatta a karantén ideje alatt az egyik legnépszerűbb közösségi oldalon a követőit, és most megjelent a második könyve, ami egyben az első színezője, Átabáta a színrabló boszorkány címmel. Megjelent a Sárközmesék színező. Ez egy színezőkönyv, amelyben kimondottan az óvodás korosztályra próbáltam fókuszálni, óvodásokra, kisiskolásokra, és nekik írtam ezt a mesét. Átabáta a színrabló boszorkány története elevenedik meg a könyvben, és azt gondolom, hogy akik ezt olvassák, és akik ezt színezik, megismerkedhetnek a Sárköznek a csúfolóival, azzal a hagyományaival, a boszorkányokkal, mert hogy voltak a Sárközben is boszorkányok, még az 1800-as években is voltak boszorkányperek, Decsen is például, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy érdekes történet, és nagyon remélem, hogy tetszeni fog a gyerekeknek. Őcsényi lány vagyok eredetileg, Sárközből való. A gyermekkoromat is mindig így desszállás, illetve itt a környéken töltöttem, úgyhogy ezeket a népi hagyományokat, kultúrát én azt gondolom, hogy a gyermekkorban sikerült így magamba szippantanom, és mindig nagyon érdekelt. Egyszerűen ez olyan természetesen volt velem, és van velem, és tulajdonképpen egyfajta tisztelgés is ezek mellett, az értékek mellett, amit a Sárköz képvisel és a kultúrája képvisel, és azt gondolom, hogy nagyon megérdemli a figyelmet. Mesék pedig eddig még nem voltak, úgyhogy most ezek akkor az én nevemhez fűződnek. Történetek, hogy honnan is jönnek, mert hogy nem csak ilyen jellegű történeteket írtam, hanem például itt a Covid időszakban azért bennem is megelevenedtek olyan családi történetek, amiket apró mesék formájában a Hódi Kati Meséi című oldalon egyébként közzé is tettem, és úgy tűnt, hogy tetszett, volt rá fogadókészség. Egyébként tehát ezek a történetek sokszor nyilván a mi családunkból jönnek, gyermekeim kapcsán megélt helyzetek és történetek, illetve a sárközmesék kapcsán azt tudom mondani, hogy a nagyszüleimtől, amit tanultam, tehát hogy ez a tudás és ezek az értékek is megtalálhatók a meséimben, illetve helytörténeti írásokat olvastam, tehát mindig is érdeklődtem a kultúránk iránt, és igyekeztem ezeket, például a Megcsodált lány története, a népi viselet, az egykézés megjelenik, tehát azt gondolom, hogy több forrásból is tájékozódom, és igyekszem ezeket aztán olyan módon beleszülni a történetekbe, hogy az a gyerekek számára befogadható legyen, és élvezhető legyen. Első meséjét egy megadott témában írta, az egyik megyei könyvtár felhívására jelentkezve. Az írás az már régóta velem van, ez a hobbim igazából. Meséket 16 óta írok, 2016 óta, akkor egy megyei könyvtárnak egy felhívására írtam meg az első mesémet, addig még nem írtam soha mesét, verseket inkább, novellákat, és akkor ugye egy megadott gondolatmenet mentén kellett mesét írni, akkor külön díjra tartották érdemesnek a mesémet, és
Később aztán elgondolkodtam, hogy milyen az, hogyha a saját történetemet írom meg, amihez igazán kötődöm, ami így a gyermekkoromat, a hagyományaimat, az érdeklődésemet is felöleli, és így írodott meg először Kender Kócz története, aztán pedig a többi, a megcsodált lány, a halászos mesélme a varázskeszeggel, úgyhogy ezek olyan figurák, akik azt gondolom, hogy körülvettek a gyermekkoromban, és ilyen mesék formájában aztán megvalósultak. Nem volt könnyű dolga a kiadatással, de céltudatos volt, és végül meglett a megoldás. A könyv kapcsán ott az önkormányzatokat, tehát a polgármesteri hivatalokat, a sárközi települések polgármesteri hivatalait kerestem meg, és rendkívül hálás vagyok, hogy segítették is a könyvnek a megjelenését, később pedig lehetőséget is adtak rá, hogy bemutassam én ezt a könyvet, és megismertessem a közönséggel, úgyhogy ilyen módon aztán voltunk falunapokon, meg családi napokon a könyvemmel. Aztán most a színező kapcsán pedig házi gyermekorvos, aki segített a megvalósításban, illetve egy bátaszéki cég, aki még úgy gondolta, hogy érdemes támogatni ezt a színezőt. Turisztikai információs pontokban kaphatók ezek a mesekönyvek, illetve vannak mindig olyan segítőim igazából, könyvtárak, művelődési házak, akik segítenek a terjesztésben, mert hogy ez egy magánkiadásban és magánterjesztésben megjelent kötet, a mesekönyv is és a színező is. Hódi Kati nem bízza a véletlenre, általában első körben a családján teszteli munkáit. Elsősorban mindig a gyermekeimen tesztelem a meséimet, illetve a baráti körben szoktam még segítséget kérni, hogy valóban milyen hatást vált ki a gyerekekből egy-egy mese, és nagyon bíztatnak vele, hogy a boszorkányos mesém népszerű lesz, amit hát nagyon szeretnék is, hogyha így történne. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!